Mindenki érzi, mindenki látja, hogy Magyarország rendkívül sötét idők elé néz, a kormány pedig nem fogadja meg a Mi Hazánk mozgalom válságkezelési javaslatait, nem adóztatja meg a multikat, nem adóztatja meg a tech óriásokat és saját oligarcháit. A tanárok tüntetnek, a kukások sztrájkolnak, mind-mind jogos követeléseket fogalmaznak meg, és a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy itt van az ideje az összefogásnak. Itt van az ideje nemet mondani a kormány oszd meg és uralkodj politikájára, ugyanis az elmúlt években rendre azt csinálták, hogy a rendvédelemnek adtak például fegyverpénzt, koncot dobtak ide vagy oda, de ezzel döntően nem oldották meg a helyzetet, nem adtak kiszámítható jövőképet, béremelést, ezzel csak azt érték el, hogy ideig, óráig, hogy így fogalmazzak, befogták a szájukat, és feszültséget szítottak a közszféra dolgozói között. Ebből elég, egységben az erő. Vasutasok, postások, tanárok, kukások, rendőrök, tűzoltók, mentősök és mindenki, aki közfeladatot lát el, itt az ideje az összefogásnak. A különféle szakszervezetek ne csak szolidaritási nyilatkozatokat tegyenek, hanem ténylegesen álljanak ki egymásért, menjenek el például a tanárok tüntetéseire vagy a kukásokéra, tehát mindenki látogassa egymás tüntetéseit. A nagy konfederációk, szakszervezeti konfederációk pedig most bebizonyíthatják, hogy méltóak a munkavállalók bizalmára, fogjanak össze, a Mi Hazánk mozgalom kezet nyújt nekik is, a magyar dolgozóknak, hiszen közös ügyünk a magyar dolgozó. Azt szeretnénk elérni, hogy kialakuljon a valódi nemzeti szolidaritás, nincs más hátra, mint előre építsük fel a közös erődünket.